Tisztelt vendégeink, kedves érdeklődők, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ahogy a bemutatóban is elhangzott, a mai előadás a sötét anyag és a sötét energiát egy csillagász szemével szeretné bemutatni. Ez egy nagyon nehéz téma egyébként, úgyhogy én a mai előadást azt igazából úgy szeretném megtartani, hogy abból világos legyen, hogy a csillagászat az mennyire menő dolog. A csillagászok ugye annyira ügyesek, hogy igazából ők még a sötét anyagot és a sötét energiát is látják. Na, ezt szeretném valahogyan megmutatni és érzékeltetni, és remélem, hogy a 45 perces előadás végére ez úgy többé-kevésbé világos lesz. Az előadás végén hagytunk direkt időt arra, hogy lehessen kérdezni, úgyhogy várom mindenkitől az érdeklődő kérdéseket, ha lesznek. Jó. Kezdjük egy kicsit a téma ismertetését messzebbről, pontosabban közelebbről. A szűkebb kozmikus környezetünk, a naprendszer, ez volt az a térrész, amit a világmindenségből az emberiség legelőször képes volt felismerni. Ugye már az ókorban is nagyon sokat foglalkoztak a csillagászattal, de a naprendszer valódi természetének, valódi felépítésének a megismerése, az körülbelül ugye a középkor volt tehető. Ugye a reneszánsz korban az itt látható híres nagy tudósok voltak azok, akik a legtöbbet tettek annak érdekében, hogy megismerhessük azt, hogy a Föld nem a világ mindenség középpontja, mint ahogy azt korábban évezredeken keresztül gondolták. Ugye Kopernikusz volt az, aki először megmutatta, hogy a bolygók a nap körül is tudnak keringeni, és valószínűleg erről van szó, tehát ez a valószínűbb felépítése a naprendszernek. Aztán Kepler volt az, aki legelőször a bolygómozgásnak a törvényeit megállapította. Galilei volt az, aki elsőként több mint 400 évvel ezelőtt távcsővel nézett az égboltra, és olyan dolgokat megállapított, amiről korábban nem is sejtettek, nem volt semmiféle elképzelésük, például arról, hogy sokkal több csillagot lehet távcsővel látni, mint szabad szemmel. És még számos egyéb más érdekes felfedezést tett. Most igazából nagyon hosszan lehetne, több előadást lehetne tartani ezekről az eredményekről. A mai témánk szempontjából a legérdekesebbek a Kepler törvények. Keplernek volt több más felismerése mellett az az egyik nagy felfedezése, hogy a bolygók nem akárhogy keringenek a nap körül. Ugye egyrészt ellipszispálya, ő volt az, aki megmutatta, hogy nem kör, hanem ellipszispályán keringenek a bolygók a nap körül, de a még fontosabb összefüggés az az volt, amit manapság úgy ismerünk, hogy Kepler harmadik törvénye. Ez pedig azt mondja ki, hogy a bolygók keringési ideje az arányos a naptól mért távolsággal. Akik nem rettennek meg a különböző képletektől, azoknak mutatom, ugye, hogy a valódi összefüggés az úgy néz ki, hogy a naptól mért távolságnak a köbe és a keringési idő négyzetének a hányadosa az egy állandó mennyiség a naprendszerben. Minden bolygó a naprendszerben így kering. Ez egy nagyon komoly felismerés volt, mert tulajdonképpen ez volt az első olyan törvény, ami valóban számításra adott lehetőséget. És ez egy valódi természettudományos felismerés volt, ugye Kepler harmadik törvénye. Ezen a kis animáción jól is lehet érzékelni vagy látni azt, hogy ugye ennek a törvénynek az egyik következménye az, hogy a naphoz közelebbi bolygók, ez nem méretarányos persze, ez a kis infografika, tehát a naphoz közelebbi bolygók azok sokkal gyorsabban keringenek, mint a naptól távoliak. Ugye itt sokkal lassabbak a keringési sebességek is, és látszik, hogy a keringési idők is lényegesen hosszabbak. Minél távolabb van egy bolygó a középponttól, ugye annál lassabban kering a nap körül. Hogyha megnézzük a pályamenti sebességeket, akkor az előbbi törvényből az következik, hogy ez valóban tényleg mérhető módon, érzékelhető módon nagyon jelentősen különbözik. A naphoz közeli bolygók, a Merkur, a Vénusz, még a Föld vagy a Mars is meglehetősen nagy sebességgel keringenek a nap körül. Minél távolabb vannak a naptól, annál lassabban. Ez a keringési sebesség, ez egyre csökken, ahogy a naptól mért távolság növekszik. Ugye a Föld az ugye körülbelül 30 km per másodperc sebességgel kering a nap körül a pályáján. 30 km per másodperc. Az azért eléggé nagy sebesség. A Merkur az majdnem 50 km per szekundummal
kering. A Jupiter az már csak olyan 11 nehány, konkrétan 13 km per szekundum, a Szaturnusz olyan 10 km per szekundum, az Uránusz meg a Neptunusz meg 10 alatti sebességekre képes csak. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy vajon ezt mi okozza? Erre viszonylag hamar megtalálták a választ, konkrétan az itt látható úriember Isaac Newton volt az, aki már a 17. században, az 1600-as évek közepén rájött arra, hogy mindennek a magyarázata az a gravitáció. A gravitáció az az erő, ami egyrészt itt a Föld felszínen tart bennünket, meg például a Földnek a légkörét is a gravitáció tartja a Földhöz közel. És Newton jött rá arra, hogy ugyanez az erő mozgatja, vagyis hát tartja az égitesteket is a nap körüli pályán. Mindennek a magyarázata, minden égitest mozgásának a magyarázata a gravitáció. Newton arra is képes volt, hogy felírja a gravitációs törvényt. Ugye a gravitációs törvény az a híres törvény, ami azt mondja, hogy a tömegek szorzatával és a két tömeg távolságának a négyzetével arányos. Ugye minél, hogyha kétszer olyan távol van két égitest egymástól, akkor a kettő közti gravitációs erő az negyedére változik. Tehát a naptól távolabbi égitestekre jó a kisebb a ható gravitációs erő, mint a naphoz közelebbi égitestekre, és lényegében erről van szó, ez magyarázza a Kepler törvényeket, például a Kepler-féle harmadik törvény. Newton képes volt arra, hogy kiszámolja, hogy tényleg valóban ez a törvény lesz érvényes. Ugye ez egy óriási felismerés volt. A modern fizikának a megszületése az lényegében ezen felfedezésekhez volt köthető. Tehát a Newton törvényből, a gravitációs törvényből és a Newton-féle mozgástörvényekből, amiket ugye szintén ő írt fel először, kiszámolható az, hogy a bolygóknak a pályamenti sebessége az hogyan változik a távolság függvényében. Megint ez csak opcionális, aki nem rettem meg a képletektől, azok számára írtam csak ezt föl. De ebből a grafikomból egyszerűen megfigyelhető, és tulajdonképpen az egésznek csak ennyi az üzenete, hogy a pályamenti sebességek a távolság növekedésével csökkennek. Ez tehát a naprendszer minden jelenleg ismert égitestjére igaz. Azonban a világunk nem csak a naprendszerből áll. Már nagyon-nagyon régóta felvetődött a gondolat, hogy a naprendszer bolygóin kívül látható nagyon-nagyon sok csillag. Szabad szemmel olyan körülbelül olyan 3000 csillagot láthatnak a nagyon jó szemű emberek a Föld felszínről. Tehát az a sok ezer csillag, ami látszik az égen, az ugyanúgy része a világnak, az vajon micsoda? Ezen nagyon sokat, évezredeken keresztül töprengtek az emberek, olyanfajta kiváló elképzelések voltak, hogy az égbolt az egy sötét lepel, és akkor azon keresztül lyukak vannak, és ezeken a lyukakon a kozmikus tűz világít át, és ezeket látjuk milyen csillagok formájában. Sokféle érdekes elképzelés volt. Lényeg az, hogy egy bizonyos Giordano Bruno nevű, hát nevezzük úgy inkább, hogy életművész, nem igazán tudós, vetette föl azt a gondolatot, hogy a csillagok azok talán ilyen távoli napok lehetnek. Olyanok, mint a nap, olyan égitest, csak éppen nagyon messze vannak, ezért nagyon halványnak látszanak. Sőt, Giordano Bruno még azt is felvetette teljesen filozófiai, spekulatív alapon, hogy ezen távoli napok körül még akár bolygók is keringhetnek, és sőt, azokon a bolygókon még akár értelmes lények is élhetnek. Hát ez nem volt egy akkoriban nagyon népszerű gondolat, ugye ott a reneszánsz korban, de minden esetre ez, hogy a csillagok távoli napok, erről később bebizonyosodott, hogy igaz. És valóban, ma már a csillagászok ezt jól tudják, és sőt, hát a tankönyvekben tanítjuk is, hogy a csillagok azok valójában naphoz hasonló fényt kisugárzó égitestek, de nagyon nagy távolságban. A következő nagyon érdekes felismerés a 18. századra volt tehető, amikor is kiderült, hogy a csillagok egyáltalán nem egyenletesen elszórva találhatók a világban. Csak úgy, mintha ilyen véletlenszerűen lennének elhelyezve. Nem. Nagyon határozottan struktúrákba tömörülnek, és az egyik ilyen szabad szemmel is látható struktúra az égen, az a tejút. A tejút az nem más, mint egy fénylő sáv az égbolton. Ezt már nagyon régen, már az ókorban felismerték. Akkoriban azt gondolták, hogy ez talán Héra istennő kiömlött teje lehet az égbolton. A görögök így beszéltek róla. Az egyiptomiak úgy gondoltak a tejútra, hogy az egy égi folyó, amin az istenségek bárkákon eveznek, amikor éppen arra járnak.
Szóval számos elképzelés volt. Aztán valamikor a 18. században derült ki, hogy a tejút az valójában csillagoknak az összessége, csillagoknak az összeolvadó fénye, nagyon-nagyon sok milliónyi csillagnak az összeolvadó fénye. Hogyha a tejútról fényképfelvételeket készítünk, és azokat így összerendezzük egy ilyen teljeségbolt képpé, mint ez, akkor azt lehet látni, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon érdekes, mint hogy egy élőről látszó korongszerű alakzat lenne. Ezek itt mind milliónyi csillagnak az összeolvadó fényét mutatják. Tehát a csillagok, a szabad szemmel látható csillagok is, meg még amiket csak távcsővel láthatunk is, mind egy óriási struktúrába tömörülnek össze. Ennek a struktúrának a neve tejútrendszer. És hogy körülbelül a 20. század elején azt képzelték, hogy a tejútrendszer kitölti az egész világot. Olyan óriási, hogy lényegében ezen kívül nem is lehet más semmi. Szabad szemmel a tejútból a városi környezetben nagyon keveset, szinte semmit nem lehet látni. Hogyha az ember elmegy városi fényektől messze, olyan messze, hogy például a déli égboltra, akkor onnan nagyon szépen lehet látni a tejút rendszernek a központi régióját, és ez az égbolton konkrétan így néz ki. Nagyon szépen lehet látni, hogy itt tényleg valóban itt nagyon-nagyon sok csillag így összesűrűsödik. Szóval a tejútrendszer az egy ilyen hatalmas, nagy tányérszerű alakzat. Körülbelül így lehet elképzelni. Ez természetesen már nem felvételez egy rajz. A problémát ugye az jelenti, hogy ez az óriási csillagrendszer, ez tartalmazza a naprendszert is. Ezen az ábrán a nap és a naprendszer valahol itt helyezkedik el. Ez úgy körülbelül félúton van a periféria meg a középpont között. De ugye ezeket csak rajzon tudjuk mutatni, mert ugye a probléma az, hogy nincs elég hosszú selfie botunk ahhoz, hogy egy igazi, valódi ilyen selfie képet készítsünk a tejútrendszerről. Hát ezért több tízezer fényév hosszú ilyen selfie bot kellene. Az nem működik jelen pillanatban. De minden esetre az elképzelés az, hogy a tejútrendszer az egy, ráadásul nem csak, hogy ilyen lapos, korongszerű alakzat, hanem még ilyen spirálkarok is vannak benne. Mindenre a csillagászok, nagyon okos emberek, úgy jöttek rá, hogy nagyon sok ehhez hasonló alakzat látszik az égen. Ezeket már szintén több mint 100 éve ismerik, sőt, akár több mint 200 éve is. Ezeket spirálködöknek nevezték el eleinte, nem tudván, hogy mik. És valamikor ugye a 20. század első felében derült ki, hogy a tejútrendszer is, meg ezek a spirálködök is mind ilyen óriási csillagrendszerek, amelyek kitöltik az egész univerzumot. Ez egy másik rajz, ami egy kicsit részletesebben mutatja a tejútrendszernek a távolabbi spirálkarjait, de még mindig csak rajz. Ez viszont már egy valódi felvétel egy másik spirálködről, ez konkrétan az Androméda ködnek nevezett, szabad szemmel is látható csillagrendszer. És a 20. század második évtizedében, 1920 környékén derült ki az, hogy ez nem egy gázfelhő itt a naprendszernek a tőszomszédságában, hanem ez egy óriási 100 milliárd csillagot tartalmazó csillagrendszer, aminek a távolsága az 2 millió fényév. És ilyen óriási csillagrendszerekkel van tele lényegében az egész univerzum. Nem egészen 100 éve jöttek rá a csillagászok arra, hogy a világunk valójában így épül föl. És ezeket a hatalmas alakzatokat most már nem spirálködöknek, hanem galaxisoknak nevezték el. Ezekből a galaxisokból áll tehát össze a világ mindenségnek az anyaga, amit mi meg tudunk figyelni, mert világító égitestekkel van tele. Egy ilyen galaxis az körülbelül 100-200 milliárd csillagot tartalmaz. És ezek tekinthetők az univerzum építőköveinek. Ezen galaxisokból épül föl az egész világ mindenség. Legalábbis, mondom, amik világító anyaggal teli képződmények, és távolról meg tudjuk őket figyelni, legalábbis optikai tartományban. Egy-egy ilyen galaxisnak a tipikus mérete olyan 100 000 fényév körüli, és a köztük lévő távolságok azok millió fényévek. Rengeteg ilyen galaxis van a világmindenségben, sok milliárdnyi galaxis tartalmaz a világegyetem. Ez egy olyan felvétel, amit a Hubble űrteleszkóp készített. Hát nem tudom, hogy távolról ilyen fényviszonyok mellett mennyi látszik belőle. Közelről nézve sok-sok ilyen fénypaca
jelenik meg rajta, ez mind-mind egy-egy nagyon távoli galaxis. Hogyha rá tudnánk zoomolni, sajnos nem tudunk rá zoomolni a világ mindenségre, tehát hogyha rá tudnánk zoomolni, akkor nagyon sok ezek közül ilyen spirálkarokat kezdene elmutatni, ugyanúgy, mint ezek a közeliek. Az Androméda köd az azért látszott ilyen szép nagynak, mert az a legközelebbi galaxis. Ezek rendkívül távoliak. A galaxisok közti távolságok óriásiak, millió, sőt milliárd fényévek. Ugye a csillagászok fényévben mérik a távolságot. A fényév az ugye nem az éves villanyszámlának az összege, hanem az a fény által egy év alatt megtett út fénysebességgel. Ez egy meglehetősen nagy távolság. És ezekből kell milliónyit, tehát millió évekig kell utazni a fénynek ahhoz, hogy ezeket a távoli galaxisokat megpillantsuk. Az az érdekes, hogy a galaxisok sem véletlenszerűen oszlanak el a világban, hanem ilyen nagyon nagy léptékű struktúrákat alkotnak. Ezek a struktúrák a galaxis halmazok. Tehát a galaxisok halmazokba tömörülnek, ugyanúgy, mint hogy a csillagok is szeretnek csoportosulni. Nyilván ezeknek a tömörüléseknek is az oka a gravitáció. A galaxisokat alkotó anyag csillagokból áll, a csillagoknak van tömege, a tömeg az gravitációt kelt, és a gravitációs vonzás az így struktúrákat alakít ki. Ezek a galaxis halmazok általában néhány száz, de van úgy, hogy néhány ezer, sőt akár több tízezer galaxist is tartalmazhatnak. Ezeknek a galaxis halmazoknak a vizsgálata mind a mai napig a csillagászatnak az egyik frontterülete. Nagyon sokan foglalkoznak ezzel, a Hubble űrtávcső például rengeteg ilyen galaxis halmazt figyelt meg. Nagyon nevezetes galaxis halmaz a tejútrendszerhez legközelebbi. Ennek az a neve, hogy Virgo halmaz, ez a szűz csillagképben látható, és ez néhány száz viszonylag közeli galaxist tartalmaz, így összetömörülve a térben. Egy kicsit távolabbi, de szintén viszonylag közelinek minősülő galaxis halmaz, az a Kóma halmaz. Itt láthatók ezen a felvételen. Az itt látható fénypontok, ezek mindegyike egy-egy galaxis, és a Kóma halmaz az sok ezer galaxis tartalmaz. És ezeknek a galaxis halmazoknak a vizsgálata az már a 20. századnak az első felében elkezdődött, az akkori csillagászati mérés technikával. Az itt látható svájci származású, de Amerikában dolgozó csillagász Fritz Zwicky kezdett el először azzal az érdekes dologgal foglalkozni, hogy vizsgáljuk már meg a galaxis halmazokban a galaxisoknak a mozgását. Nézzük meg, hogy ezek hogy mozognak, mert ebből meg lehet állapítani, hogy mennyi a halmazt alkotó galaxisoknak az együttes gravitációja. Lényegében pontosan ugyanazt a gondolatmenetet követte, mint amiből a naprendszerben a Kepler törvények segítségével a bolygóknak a mozgásából meg lehet állapítani mondjuk a napnak a tömegét. És arra döbbenetes felismerésre jutott, hogy a Kóma halmaz galaxisainak sebessége az sokkal nagyobb, mint annak lennie kellene. Ezek a galaxisok sokkal-sokkal gyorsabban mozognak. Hogyha ebbe az egyszerű képletbe, ami a naprendszeres képletnek a másik változata, hogyha ebbe behelyettesítve megméri a galaxisoknak a sebességét, akkor az jön ki, hogy a halmaznak az ösztömege az nagyjából 400-szor annyi, mint a benne lévő galaxisoknak a tömegének az összege. A halmaz galaxisainak a tömegét azt úgy próbáltam megbecsülni, hogy hát a világító anyagnak, tehát ugye a galaxisoknak a fénylő anyaga, az csillagokból kell, hogy álljon, és a csillagoknak a fényességéből meg lehet mondani, hogy mennyi a tömegük. Tehát nagyjából megbecsülte, hogy a látszó fényesség alapján mennyi tömeg, mennyi csillagnak kell abban lennie, és abból megállapított, hogy mennyi a csillagoknak a tömeg. És az jött ki, hogy a gravitáció szerint sokkal-sokkal több tömegnek kell ott lennie. És ezt már ő annak idején sötét anyagnak nevezte. Azt mondta, hogy ez nyilvánvaló arra utal, hogy van ott egy olyan tömeg, ami gravitációt kelt, és nem sugároz ki fényt. Akkoriban, 20. század 30-as éveiben, ez gyakorlatilag szinte mindenki elutasította. Úgyhogy Zwicky nagyon megorrolta a kollégáira. Ugye ő volt az, aki úgy jellemezte a csillagász közösséget, hogy ezek a gömbszimmetrikus gazemberek. Mert hogy ugye azt mondta, hogy hát azért gömbszimmetrikus, mert akármilyen irányból nézed, mindig gazembernek lehet látni őket. Úgyhogy ez tőle származik ez a terminológia.
Nagyjából ugyanebben az időben egy másik csillagásztudós, Janort, holland csillagász, a tejútrendszer csillagainak a mozgását elemezte, és ő is hasonló következtetésre jutott, hogy a tejútrendszer csillagainak a mozgásából számítható tömeg az is több, mint amit a csillagoknak a látszó fényessége alapján kaphatnánk. Nagyjából ő arra a következtetésre jutott, hogy a tejútrendszernek kb. Háromszor akkora a gravitációt keltő tömege, mint amennyi a csillagok tömegéből következne. Ez szintén egy meglepő felismerés volt, de a háromszor akkora az mégse olyan nagy, mint a 400-szor akkora. Tehát itt a nagyságrendi különbségek miatt ez talán kevésbé kapott akkora figyelmet, vagy tehát ez nem keltett akkora feltűnést. Utána ezzel a témakörrel a világháborút követően az Egyesült Államokban az 50-es években Vera Rubin foglalkozott. Itt látható a csillagász hölgy portréja. Ő a galaxisoknak a forgását vizsgálta. Tehát nem a galaxis halmazokban a mozgást, hanem az egyes galaxisok forgását. Ugyanis ki lehetett mutatni azt, hogy ezek a spirál galaxisok, ezek forognak. És ugyanúgy, mint ahogy a tejútrendszernek a bolygói is keringenek a középpont körül, ezek a galaxisok is forognak a középpontjuk körül. És Vera Rubin azzal foglalkozott, hogy megnézte, hogy a forgási sebesség az hogyan változik a távolsággal. A galaxis centrumától mért távolság. És azt a meglepő, döbbenetes eredményt kapta, hogy ezeknek a forgási sebessége ez egyáltalán nem csökken a távolsággal. Ugye az elején mutattam, hogy a naprendszerben mennyire szépen csökken a forgási sebesség a távolsággal. Ezeknél a galaxisoknál abszolút nem látszik ilyesmi. A fénylő anyagból körülbelül ilyenfajta görbét kellene kapni, ami a látható csillagoknak a gravitációjából számolt ilyen forgási görbe. Tehát ennek szépen csökkennie kéne a távolsággal, de egyáltalán nem csökken, hanem még vannak olyan galaxisok, amelyeknél ez kicsit még növekszik is. Úgyhogy ebből csak is azt a magyarázatot lehetett leszűrni, hogy a galaxisok nagyon jelentős mennyiségű olyan anyagot tartalmaznak, ami gravitációt kelt, de nem látszik. A csillagok fényében nem jelenik meg. Ezt hívjuk úgy, hogy sötét anyag. A sötét anyagnak a hatása tehát ezekben a forgási görbékben, itt ezen az állandó sebességű szakaszon jelenik meg. Itt a sötét anyag mennyisége, gravitációja felülmúlja a világító anyagnak, tehát a csillagoknak a tömegét és a gravitációját. A másik lehetőség az, hogy a gravitációs törvény teljesen rossz. Abszolút nem működik az egész, és totálisan tévúton vagyunk. Erre nem szívesen gondolnak se a csillagászok, se a tudósok, se senki. Tehát inkább most az elfogadott magyarázat, hogy itt bizony a sötét anyag hatása érvényesül. Tehát összefoglalva az eddigieket, a galaxisok forgása arra utal, hogy a forgási görbék ugye nagy távolságban is állandóak, tehát a sebesség nem csökken a távolsággal. Ez teljesen ellentétes az, amit a bolygórendszerek, például a naprendszer esetén tapasztalunk, és ez csak úgy magyarázható, hogy a galaxisoknak a tömege, ahogy a centrumtól kifelé haladunk, az egyre folyamatosan nő, egyre nagyobb és nagyobb tömegű anyagot kell, hogy tartalmazzanak, olyan részeken is, ahol már nincs is világító anyag. Tehát a galaxis látszó határán túl is, ott is van gravitáló tömeg, és egyre nő, ahogy kifelé haladunk. Úgyhogy mindezt a sötét anyagnak nevezett, teljesen rejtélyes, ismeretlen természetű anyag okozza. Csak annyit tudunk róla, hogy gravitációt kelt. Egy másik érdekesség, bár ezzel nem akarok nagyon sok időt tölteni, a galaxisokra vonatkozó egy empirikus felismerés, az úgynevezett Tully-Fisher reláció. Nem is az elnevezés érdekes, hanem az, hogy az összefüggés, hogy a fényesebb galaxisok azok gyorsabban forognak. Tehát az a sebesség, amit a forgási sebesség, amit lehet mérni, ez arányos azzal, hogy a galaxisnak mennyi az összfényessége. A nagyon fényes galaxisok gyorsabban forognak, mint a halványabbak. Azt gondolná az ember, hogy ez oké, persze. Mert hát ugye a fényesebb galaxisok több anyagot tartalmaznak, erősebb a gravitáció, nagyobb a tömeg, akkor azok gyorsabban tudnak forogni. Na igen ám, de hát az előbb láttuk, hogy a forgást azt a sötét anyag tömege határozza meg. Hogy a fenébe lehet az, hogy a világító anyagnak a mennyisége, tehát az, hogy mennyi csillag világít a galaxisban, az arányos azzal, hogy mennyi sötét anyagot tartalmaz. Ez hogy lehet?
Ez egy nagyon rejtélyes dolog, nagyon jogos kérdés, senki nem tudja rá a választ. Van valami összefüggés a világító és a sötét anyag között, de hogy pontosan micsoda, azt nem tudjuk. Szintén érdekes csillagászati jelenség, ezt is csak fölvillantom, bár hosszasan lehetne mesélni róla, a gravitációs lencse. Gravitációs lencse egy olyan jelenség, amit Einstein jósolt meg annak idején a relativitás elméletével. Ez lényegében azt mondja, hogy a gravitáció bizonyos körülmények között el tudja téríteni a fényt is. Hát lényegében, hosszasan nem belemenve, arról van szó, hogy a térnek megváltozik a geometriája, erős gravitációs térben, és ezáltal a fénysugarak már nem egyenes vonalban, hanem ilyen kicsit görbe pályákon mozognak. Ez azt eredményezi, hogy hogy ezen a magyarázó ábrán lehet látni, hogyha egy nagyon nagy tömegű, például egy galaxis vagy galaxis halmaz nagyon nagy gravitációt kelt, akkor a mögötte, a Földről nézve ezen galaxis halmaz mögött elhelyezkedő objektum fénye, az, amit egyébként kitakarna ez a központi halmaz, az eljuthat a megfigyelőhöz ilyen görbevonalú pályán. Tehát úgy viselkedik az erős gravitációs tér, mintha lencse lenne, tehát így fókuszálja azokat a fénysugarakat is, amelyek egyébként nem jutnának el a megfigyelőhöz. Számos példát ismerünk, a Hubble űrtávcső gyönyörű gravitációs lencse képeket fotózott, ez például egy ilyen. Itt van egy galaxis halmaz, és a mögötte elhelyezkedő galaxisoknak a fényét ilyen gyűrű alakzatba fókuszálja. Ez egy gyönyörű gravitációs lencse. Úgy hívják ezt, hogy Einstein gyűrű ezeket a gyűrűszerű képeket. A csillagászok és a fizikusok nagyon szeretik ezeket a gravitációs lencséket, mert meg lehet állapítani belőle, hogy mennyi az a tömeg, ami itt fókuszál. És az eltérülésnek a mértékéből ki lehet számolni azt, hogy mekkora ez a gravitáló tömeg, ami ezt a gravitációs lencsét létrehozza. És minden egyes ilyen lencsének a vizsgálatából az derült ki, hogy sokkal több tömegnek kell ott lenni a lencse hatás eléréséhez, sokkal több tömegnek kell ott lenni, mint amennyit így ezen galaxisoknak a fényéből, a világító anyag mennyiségéből kaphatnánk. És itt is ilyen több tízszer, vagy akár több százszor annyi tömegről van szó, mint amit a világító anyag mutat. Tehát túl kevés a világító anyag tömege. Úgyhogy összefoglalva, tehát a sötét anyag az egy létező rejtély, és jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ennek pontosan mi a formája, mi a fizikája. De nem ez csak az a végső kérdés, amire a végső választ keressük, hogy mi a sötét anyag. Mert nemrégiben kiderült, hogy van talán még egy ennél sokkal nagyobb volumenű rejtély is, és ez pedig az univerzum tágulásával függ össze. Egy kicsit most megint visszautalnék még a 20. század első felére. Itt ez a pipázó úriember, Edwin Hubble, a legnevesebb amerikai csillagászok egyike, róla nevezték el a Hubble űrtávcsövet. Tehát nem ő építette az űrtávcsövet, csak róla nevezték el. A Hubble űrtávcső, tehát Edwin Hubble volt az, aki először megállapította, hogy a galaxisok azok nem statikusan állnak a térben, hanem minden galaxis távolodik a tejútrendszertől. És olyannyira, hogy a távolabbiak azok gyorsabban, a közelebbiek pedig lassabban. És ez a távolodás, ez azt jelenti, hogy az egész általunk ismert univerzum az egyre nagyobb lesz. Tehát egyre tágul. Az ezt leíró összefüggés a távolodási sebesség és a távolság között az a híres nevezetes Hubble-törvény. A távolodási sebesség az arányos a távolsággal. Tehát az univerzum tágulása az lényegében azt mondja, hogy ahogy időben haladunk előre, az univerzum egyre nagyobb lesz. A galaxisok között, minden galaxis távolodik az összes többitől. A galaxisok közötti távolságok egyre nagyobbak lesznek. És hát ez egy rendkívül jelentős és komolyabb tudományos forradalmat elindító felfedezés volt, ugye szintén csillagászathoz kötődő. Ez 1930-ban történt ez a felismerés. És ugye rögtön elindult az elképzelés, vagyis hát a gondolkodás arról, hogy pontosan mi okozhatja ezt a tágulást. Ez vezetett utána az ősrobbanásnak nevezett jelenségnek a felismeréséhez.
Most egyelőre az ősrobbanással, mint a tágulást kiváltó okkal ne foglalkozzunk, most a mai előadásnak nem ez a témája, hanem inkább azt nézzük meg, hogy milyen lehetséges kimenetelei vannak ennek a táguló univerzumnak, milyen lehetséges jövői vannak. És itt ez az ábra mutatja, hogy lényegében többféle lehetőség is van, ezt könnyedén fel lehet ismerni. Az egyik lehetőség az, hogy a tágulás az most valamekkora, tehát valamilyen ütemű, de ez időben csökkenni fog. És tulajdonképpen ez az, ami logikusnak tűnik első pillanatban. És pedig azért, mert a gravitáció az mindenképpen a tágulás ellen hat. Ugye a galaxisok egyre távolodnak egymástól, na de azért van tömegük, és gravitációt keltenek. A gravitáció az vonzó jellegű, az igyekszik egybetartani a galaxisokat. Úgyhogy ez a gravitáció mindenképpen lassítja, lassítania kell ezt a tágulást. Úgyhogy azokban a tankönyvekben, amik még az én egyetemista korszakomban íródtak, ott például szinte kizárólag az volt, hogy a tágulás az mindenképpen lassulni fog, még az is elképzelhető, hogy ez a lassulás, ez egy idő után olyannyira erős, hogy meg is áll a tágulás, és aztán összehúzódásba vált át. És akkor ugye ennek az állapotnak a vége, ugye az ősrobbanás, a nagy bum ellentéte a nagy recs. De aztán kiderült, hogy ez bizony biztosan nem fog bekövetkezni. A másik lehetőség, amire a legtöbben szavaztak, az az volt, hogy a tágulás egyre lassul ugyan, de soha nem áll le, mindörökké tágulni fog az univerzum. Volt egy olyan lehetőség is, hogy a tágulás az teljesen egyforma ütemű, végig változatlan, olyan ütemű, mint most, de ezt senki nem hitte el. Illetve lényegében senki nem tekintette érdemleges alternatívának azt, hogy a tágulás az időben egyre gyorsuló is lehet. Pedig logikus, csak ugye ennek az egyre gyorsuló tágulásnak a magyarázata az teljesen a fizikán kívülinek tűnt, hiszen ehhez valamiféle taszító erőre van szükség, valami antigravitációra, olyasmi, ami igyekszik a galaxisokat egyre távolabb lökni egymástól, ilyet pedig nem ismerünk. Erre a kérdésre a csillagászok úgymond visszatértek a 20. század utolsó évtizedében, 1995-től kezdődően több kutatócsoport is Amerikában olyan kutatóprogramot indított, amivel nagyon távoli galaxisoknak a távolságát igyekeztek megmérni. A távoli galaxisoknak a távolsága az egy nagyon nehezen mérhető dolog. Ugye a fő problémát az okozza a csillagászatban, hogy az objektumok, amiket látunk, például a galaxisok mellé, nincs oda egy ilyen kis tábla kitűzve, mint a botanikus kertben, és hogy csak le kelljen olvasni azt, hogy éppen ennek az objektumnak milyen fontos tulajdonságai vannak. Tehát sajnos nem ez a helyzet. Úgyhogy nekünk kell lényegében minden egyes dolgot úgy kikövetkeztetni abból a néhány fotonból, nagyon picike kis fénymennyiségből, amit a távcsövekkel meg lehet kapni. Tehát a csillagászok nagyon okos emberek, tehát ki tudják találni azt is, hogy milyen messze vannak ezek a bizonyos galaxisok, amiről csak nagyon-nagyon kevés fényt lehet érzékelni. És az elképzelés az volt, hogy ezekben a távoli galaxisokban ilyen felrobbanó csillagokat, szupernova robbanásokat kell keresni. És találtak is tucatjával. És ezeknek a felrobbanó csillagoknak a fizikai tulajdonságait elemezve meg lehet mondani azt, hogy ezeknek milyen fényességűnek kell lennie. És összevetve az elméletekből számolt fényességet a mért fényességekkel, meg lehet állapítani, hogy mennyi a távolság. Úgyhogy ilyen fényességmérésből távolságmérést csináltak, és nagyon sok tucatnyi, több tucatnyi ilyen távoli galaxist mértek ki, és a távolságméréseket összehasonlították a távolodási sebességekkel. Ugyanazt a mérést csinálták meg, mint annak idején Edwin Hubble, csak sokkal-sokkal távolabbi objektumokra. És körülbelül ezt a diagramot kapták. Ezen a diagramon, ez egy úgynevezett logaritmikus skála, most ennek a matematikájával nem nagyon akarok belemenni. A lényeg az, hogy, ja bocsánat, ez nem az, a következő lesz az, mindegy. A lényeg az, hogy ha egyenletes lenne, tehát állandó sebességű lenne a tágulás, akkor ezzel a kék szaggatott görbén helyezkednének el a mérési adatok. Látszik, hogy nincs messze tőle. A lassuló, tehát egyre csökkenő ütemű távolság, amit a gravitáció miatt várnánk, az itt a zöld görbét hozná.
tehát itt a zöld és a piros görbe közötti térrészbe kéne a pontoknak elhelyezkedni, ez utalna arra, hogy a tágulás egyre lassul. És nem. A pontok többsége, a mérési pontok többsége ebbe a tartományba helyezkedik el, ami egyértelműen az egyre gyorsuló tágulást mutat. Tehát az univerzum tágulása időben egyre gyorsul. Na ez volt az a felismerés, ami hát lényegében megrengette a csillagászat és a modern fizika alapjait is, hiszen a gyorsuló tágulás megmagyarázására lényegében nincs ismert mechanizmus. Természetesen neve van. Rögtön megszületett a neve, ez a sötét energia. A sötét energia és a sötét anyag között nincs kapcsolat. A sötét szó, ami a kettőt összeköti, mind a kettőnél azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát a nem tudás kifejezését jelenti az, hogy sötét. A sötét energia az jelenleg egy hipotetikus elképzelés. Annak magyarázatára, hogy a nyilvánvaló gyorsuló tágulást milyen fizikai hatás okozhatja. Ennek a sötét energiának a jellemzője az, hogy nagy távolságokon kell, hogy hasson. Olyan nagy távolságokban, hogy a távoli galaxisoknak a gyorsulását képes megmagyarázni. Közeli galaxisokra nem hathat, mert azt hamarabb észrevettük volna, azt jobban ki lehetne mérni, ott nincs ilyen effektus. De a nagyon távoliakra igen. Tehát ez mintha egy olyan jellegű taszító erő lenne, egyfajta antigravitáció, amelyik a távolsággal arányosan nő. Minél távolabb van valami egymástól, két valami egymástól, annál erősebb ez a bizonyos taszító erő. Na, ilyen fizikai hatást szintén nem ismerünk. Teljesen ismeretlen a fizikája, legalábbis ilyen szinten. Úgyhogy a sötét energia természetének a megismerése, az tényleg a 21. századi fizika egyik nagy kihívása. Ez magyarázza azokat az erőfeszítéseket, amiket a fizikusok a világban különböző tudományterületeken kifejtenek ennek a vizsgálatára. A gyorsuló tágulás és így közvetve a sötét energia felfedezését 2011-ben fizikai Nobel-díjjal ismerték el. Három csillagász nyerte a fizikai Nobel-díjat ekkor. Nem ez volt az első alkalom, hogy csillagászok csillagászati felfedezésért kapták a Nobel-díjat, de nem sok ilyen volt. Úgyhogy ők lényegében mind a hárman szupernóva kutatók. Úgyhogy ez egy nagyon jelentős elismerés volt, és annak egyben bizonyítéka, hogy a csillagászat az a fundamentális fizikai felfedezések között is kiemelkedő felismerésekre képes. Jelen pillanatban az univerzum felépítése ezen mérési adatok összességéből így néz ki. A jelenleg rendelkezésünkre álló mérési adatok alapján a bennünket és a világító anyagot is, tehát a csillagokat alkotó atomos anyag az nem egészen 5%-át alkotja a világegyetem anyagának. Körülbelül 24%-ra tehető a galaxisokban lévő sötét anyag, az, amiről az előadás elején beszéltem, hogy csak gravitációt kelt, de nem bocsát ki semmiféle látható fényt, sőt, semmilyen más sugárzás sem. Nincs semmilyen más kölcsönhatása, ismert kölcsönhatása az anyaggal. És látható, hogy több mint 70%-a ez a bizonyos rejtélyes sötét energia, aminek nincs köze a sötét anyaghoz. Ez az ismeretlen természetű sötét energia több mint 70%-át jelenti az univerzum energiatartalmának. Ugye az Einstein világított rá arra, hogy a tömeg és az energia azok lényegében ekvivalens fogalmak. Ugye a híres E egyenlő M/C négyzet összefüggés értelmében. Ez ugye az atomi folyamatokban ez látványosan megjelenik. Ugyanez jelenik meg itt is, a sötét energiának az energiatartalmát át lehet tömeggé konvertálni, és ilyen értelemben jelent ugye ez több mint 70%-nyi anyagot. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdéseket. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye, hogyha vizsgálnak egy naprendszert, vagy egy akármilyen
galaxis halmazt, akkor ugye abban nagyrészt a csillagokat tudják, mert ugye ők az, amik fényt bocsájtanak ki. Pontosan. És a benne található bolygókat meg tudják valahogy határozni, mert ugye azt tudjuk, hogy a mi naprendszerünk az egy elég kicsi nappal rendelkezik, és elég kicsi, elég kevés bolygó kering körülötte, de ezt más naprendszerekre is el lehet mondani, hogy kevés bolygó van benne? Ilyen más csillagok körül keringő bolygórendszereket, ezeket exobolygórendszereknek nevezzük. Ilyeneket csak a tejútrendszerben ismerünk jelenleg. De itt több ezret. Tehát ez alapján azt lehet mondani, hogy a tejútrendszerben legalábbis általános tendencia az, hogy minden csillag körül bolygók keringenek. Az, hogy melyik csillag körül hány bolygó kering, azt nehéz megállapítani, mert csak a legnagyobbakat, meg a legnagyobb tömegűeket lehet kimutatni. Úgyhogy az, hogy a nap körül ennyi bolygó kering, ez egyébként nem annyira kevés. Tehát ennél vannak kevesebbet, lehetnek többet tartalmazók, és én úgy tudom, hogy még ennél többet tartalmazót még nem is találtak. Úgyhogy annyi viszont biztos, hogy a bolygók azok a csillagokhoz képest sokkal-sokkal kisebb tömegűek. Tehát a tömeghez igazából nem járulnak hozzá a fénylő anyag tömegét, azt nagyon jól meg lehet becsülni a csillagoknak a tömegei alapján. Hogyha az univerzum örökre tágul, akkor, és előbb-utóbb elfogy a hidrogén, akkor mi fog történni? A kettő között nincs sok összefüggés, de az univerzumban folyamatosan történik új csillagképződés. De az örökké táguló univerzumban valóban az lesz a sok-sok milliárd év múlva a végső állapot, hogy a galaxisok annyira eltávolodnak egymástól, hogy gyakorlatilag csak egy-egy galaxisnak az anyaga marad így egybe, és lényegében más galaxisok azok csak nagyon-nagyon távol, ilyen nagyon halványan pislákoló fényfoltként látszódnak majd az égen. De egy galaxis az nem vesz részt ebben a tágulásban, mert a galaxist magát azt a gravitáció összetartja. A benne lévő sötét anyag és világító anyag gravitációja egybe tartja. Tehát a galaxisok megmaradnak. És a galaxisoknak az anyaga, habár a csillagokban ugye elfogy a hidrogén, de utána ez az anyag ez visszakerül, szupernova robbanások formájában újból csillagközi anyag lesz belőle, és ebből új csillagok újra képződnek. Tehát ez egy viszonylag folyamatos körforgás, aminek hatására a galaxisok még nagyon-nagyon sokáig ilyen világító anyaggal teli, ilyen fénylő szigetek lesznek. De kétségtelen az egyes galaxisok annyira el fognak távolodni egymástól sok-sok milliárd év múlva, hogy nem lesz ilyen szépen, könnyedén vizsgálható univerzum az akkoriaknak. Még azért az előadónknak, hagyd mondjam, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon okos kérdés volt, mert ha elmondod most a Fred Hoynak a steady state elméletét, akkor az pontosan arra a kérdésre válaszol. Tehát majdnem Nobel-díjas volt szerintem a kérdés. Uh-huh. Esetleg mondd már el nekik ezt a steady state-et. A 60-as években a Fred Hoyle nevű asztrofizikus Angliában a királyi csillagász volt, és ő híresen utálta a táguló világegyetemnek az elképzelését. Minden létező megfigyelési bizonyíték ellenére ő nem hitt benne. És ezért találta ki azt, hogy elképzelhető-e, hogy olyan világban élünk, amelyikben nem volt ősrobbanás, tulajdonképpen nem magát a tágulást vitatta, hanem az azt létrehozó ősrobbanást. Ezért azt képzelte el, hogy a tágulás az azért van, mert a térben folyamatosan a semmiből új anyag képződik. És akkor ezáltal ugye egyre nagyobb és nagyobb térrészre tolódik szét az ismert világító anyag, tehát a galaxisok, azok így egyre távolodnak, de valójában az így keletkező üres teret, azt egy új, a semmiből keletkező új anyag tölti ki. Ez volt az állandó állapotú világegyetemnek az elmélete. A 60-as években egy darabig ezt úgy nyomták, de aztán utána kiderült, hogy van egy csomó megfigyelési bizonyíték, a kozmikus háttérsugárzás, ami ezzel ellentétben van, és ezt nem tudta megmagyarázni, úgyhogy ez manapság már csak tudománytörténeti jelentőségű. Hogy mi alapján becsülik meg a fényéből a tömegét a csillagoknak? A fényéből a tömeget? A csillagoknak a tejútrendszer csillagainak, a vizsgálatából meg lehet állapítani a közeli csillagokra mind a tömeget, mind a fényességet külön-külön.
És ebből az derült ki, hogy a csillagok fényessége és tömege nagyon szorosan összefügg, tehát abból ez egy a megfigyelésekből látszó ilyen összefüggés, tehát nagyon jól meg lehet jósolni a fényesség alapján, hogy azt mennyi tömeg kell, hogy létrehozza, és ez pedig azzal van összefüggésben, ugye a nagyobb tömegű csillagok, azok több magfúziót tudnak létrehozni a centrumban, és a több magfúzió az több energiát tud termelni, ez az van mögötte. De konkrét számokkal ki lehet számolni, hogy mennyi tömegből mennyi energia kell, hogy kijöjjön, és ezt a közeli csillagok vizsgálatából nagyon szépen ki lehetett deríteni. Úgyhogy ez eléggé bomba biztos felismerés. Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye a galaxisok távolodnak egymástól, és elképzelhető-e az, hogy két galaxis például együtt távolodik, és akkor közel maradnak egymáshoz? Igen. Igen, a közeli galaxisok között a gravitáció az erősebb, mint ebből az univerzum tágulásából származó hatás. Tehát igen, a galaxis halmazokban lévő galaxisok, azok például nem nagyon távolodnak egymástól. Tehát így van. A távolodás, az, meg ez az egész univerzum tágulás, ez csak akkor válik érzékelhetővé, hogyha nagyon távoli galaxisokat hasonlítjuk össze. Tehát ha nagyon távoliakat hasonlítunk össze, akkor lehet érzékelni. A közeliek, azok együtt maradnak a kölcsönös gravitáció miatt. Azt szeretném kérdezni, hogy ebből a sötét anyagból keletkezhet-e bolygó, vagy hogyha keletkezhet, akkor akár galaxisok is jöhetnek létre, vagy nem lehet belőlük? Ilyen. Ez szerintem egy újabb fél Nobel-díjas kérdés, mert ha erre tudnám a választ, akkor valószínűleg a Nobel-díj másik felét azt már ki is oszthatnák. Jelenleg nem tudjuk, hogy mi a sötét anyag. Tehát, hogy ez képes-e bármiféle olyan jellegű struktúra képződésre, mint miről tudjuk, hogy az atomos anyag képes, ezt nem tudjuk. Nagyon érdekes lenne, hogyha erre lehetőség lenne. Tehát, hogy a sötét anyag képes lenne mondjuk egymáshoz kapcsolódni, és akkor ezáltal ilyen komplexebb, még sötétebb anyagot alkotni például. Ez egy nagyon érdekes kérdés lenne, de mivel jelenleg fogalmunk nincs arról, hogy mi a sötét anyag, semmit nem tudunk róla, csak annyit, hogy gravitációt kelt. Ezért ezt nem tudjuk megmondani, hogy képes-e ilyesmire. Ezért nagyon fontosak azok a fajta kísérletek, amiket atommag kutató kollégák végeznek, hogy próbálják kideríteni, hogy vajon milyen fajta fizikai természete lehet ennek a sötét anyag. Sötét anyag részecskét kellene valahogy találni, mert hogyha azt megtalálnánk, akkor már egy lépéssel közelebb lennénk ehhez. De ez egy nagyon fundamentális probléma, úgyhogy jelenleg sajnos erre nem tudok válaszolni. A fekete lyukakhoz kapcsolódóan lenne kérdésem. Ugye, hogyha feltételezzük, vagyis hát azt mondják, jól tudom, hogy ott a szingularitásban végtelenné válik a téridő görbülete, tehát akkor az időtágulás miatt ott megáll az anyag, mielőtt átesne rajta, nem? Igen. És még hallottam olyat, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, hogy a Hawking-sugárzás, ez az, ez nagyjából úgy mondták egy filmben láttam igazából, hogy ugyanannyi anyagot kifugároz, mint amennyi beleesik. Akkor most van egy ellentmondás megint, ezt helyre tudnánk-e tenni, mert igen. Én azt javaslom, hogy most csak röviden válaszolok, és akkor az előadás után pedig hosszabban el tudnánk erről beszélgetni, mert ez mind a kettő kérdés olyan, hogy messzire vinne, és nagyon sok olyan fogalmat kellene itt elmagyaráznom, amit az előadás során nem hangzott el. De minden esetre hogy a fekete lyukba hulló anyag, ott az idő megáll. Ez igaz a külső megfigyelő számára. Tehát a fekete lyukba belehulló anyag semmit nem érzékel az időnek a megváltozásából, hanem ő azt érzékeli, hogy egy bizonyos határon, az úgynevezett esemény horizonton keresztül lép, és ő a szingularitásban végzi, tehát nulla méretűre és végtelen sűrűségűre zsugorodik. A külső megfigyelő valóban azt látja, minthogyha ott az úgynevezett esemény horizont elérésénél ott megállna minden, megáll az idő. De ennek az esemény horizontnak a megfigyelése más szempontból, amit majd később elmagyarázok, hogy miért nem lehetséges, de elvileg ezt kellene látni, de ez csak a külső megfigyelő érzékelné. A Hawking-sugárzás az úgy szintén egy messzire vezethető dolog,
Ott nem egészen arról van szó, ahogy elmondtad, hanem egy kicsit másról, ezt is majd utána el tudom akkor magyarázni.